Kedves nézőink, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Tóth Gábor vagyok, táplálkozás, biológiával, élelmiszeripari kérdésekkel foglalkozom, és azt látom, azt tapasztalom, hogy rendkívül fontos terület. Az egészségünket közvetlenül érintő kérdéskör, betegségeink 75-80%-át az étrend befolyásolja, 50-60%-ban meg is határozza. Tehát nem mindegy, hogy mindennapi szinten hogy élünk, hogyan étkezünk. Szeretnék szólni azokról az alapelvekről, amelyek tekintetében érdemes változtatni, hiszen annyiféle irányzat van, annyiféle elv van. Az ember könnyen elveszhet ebben a szellemi dzsungelben rengetegféle ismeret, egymásnak ellentmondó hírek, de vannak bázisok, vannak alappilléreink, amik stabil pontok. Ezek közül a legelső a vízfogyasztás. Nem mindegy, hogyan fogyasztjuk a folyadékot. Sokszor az ember nem is gondol rá, hogy ennek is metódusa, technikája van. Egyrészt, hogy mikor, milyen módon, milyen formában és milyen minőségű vizet. Mert hogy vizet szoktunk javasolni. Ezeket hogyan fogyasztjuk? Ez tehát nem mindegy. Kedves nézők, a reggeli vízfogyasztásra szeretném fölhívni a figyelmet, tudnélik, felkelés után a szervezetünk elsőként nem ételt, hanem italt kíván. Nem biztos, hogy szomjasak vagyunk reggel, de hogy a testünk szomjas, az biztos. Ne felejtsük el, hogy az éjszaka folyamán, hogy a pórusainkon keresztül mérhető mennyiségű vizet párologtatunk el, és ellenőrizhetjük ennek mértékét például úgy, hogy lefekvés előtt este ráállunk a mérlegre, majd reggel, felkelés után ráállunk a mérlegre. Részben a tőlünk eltávozó folyadék, részben az elpárolgott folyadék mennyiségét megtudhatjuk a különbözetből. Sok vizet veszítünk éjszaka. Ezért nem árt, sőt hasznos, sőt életfontosságú 3-5 deciliter tiszta, friss, vagy éppen tisztított, szűrt vizet fogyasztani. Van, aki citromos vizet iszik. A lényeg, hogy nagyon édes gyümölcslevet, mézes limonádét nem javasolunk ilyenkor. Ne indítsuk be az emésztést kora reggel. Amikor felébredtünk, ha lehetséges, csak tiszta vizet igyunk. Amennyit bírunk. 2,5 deciliter, 3 deciliter, 5 deciliter. Ne legyen nagyon hideg, nagyon forró. A gyógytaják is jó, csak ne felejtsük el, hogy a gyógytaja az vízhajtó. Tehát iszom mondjuk 1,5 liter gyógytaját, de az kihajt tőlem több mint 1,5 liter vizet. Tehát hogyha én hidratálni szeretnék, akkor elsősorban a friss, tiszta, lágy vizet tudom javasolni. Rendkívül fontos a vízfogyasztás szellemi, lelki értelemben, hiszen segíteni fogja a délelőtti cirkadián vagy bioritmusunk maximumának elérését 8 és 10 óra közötti időszakra nézve. Első tehát a megfelelő reggeli vízbevitel. Kedves nézőink, a második fontos alapelv a rendszer szemlélet. Tudnélik, azáltal, hogy én rendszerben látom a napomat, az étkezésemet is rendszerben látom. Sokszor az ember úgy kell föl, hogy sejtelme sincs, hogy mikor és hol fog reggelizni, ebédelni, uzsonnázni, vacsorázni. Szerencsés, hogyha az étkezésünket rendbe szedjük, megtervezzük. Nagyon okos dolog, hogyha az ember reggel már látja, hogy mikor, nagyjából mit és hogyan fog étkezni. A reggeli, az ebéd és a vacsora helye, ideje rendkívül fontos. Az étkezés tudatos tervezése, rendszere a második nagy kulcs. Ne felejtsük, az emberi testben időzítő szerkezetek működnek.
Ne felejtsük, hogy az emberi szervezetben pontos időmérés zajlik. Ennek az az oka, hogy a szervezet savval és luggal dolgozik. A gyomorsav nem termelődhet egész nap. A gyomorsavnak időrendje van. Ha egész nap gyomorsav képződne, akkor gyomorgyulladás, gyomorfekét kapnánk. Ez nem lehetséges, bár a rendszertelenül élő, nassoló embernél bizony a gyomorsav termelés rendje is felbomlik, és bizony a gyulladás, a fekély esélye növekszik. A rendszer. Az időzítő szerkezetek, az időmérés, idézőjelben persze, mind a szájüregben, a gyomorban, a hasnyálmiben, a májban, a bélben működik, és a szervezet mindig figyeli, hogy mi milyen rendben, milyen rendszer szerint élünk. A második fontos tényező tehát a vízfogyasztás első szempontom után a rendszer szemlélet. Kedves nézőink, miután vizet vettem magamhoz, és felébredés után nagyjából, nagyságrennyileg átlátom a napom rendszerét, az étkezéseimet, utána jöhet a legfontosabb étkezés, vajon melyik ez? A reggeli. A reggeli összetétele, mennyisége, glikémiás indexe, vagyis hogy milyen gyorsan emeli meg a vércukorszintünket, fehérje, szénhidrát, zsiradék és rost tartalma, valamint a vitaminok és az ásványi anyagok mennyisége mind-mind meghatározó. Professzor dr. Kellogg és dr. Graham, ugye a Graham Liss névadója, vagy a Cornflakes-ek névadója, ugye Kellogg doktor, felfedezi a 19. században, hogy azok a betegek, akik édes, gabona alapú, gyümölcsös, rostos reggelit kapnak, gyorsabban gyógyulnak, sőt, beáll a vércukorszintjük, és javul az állapotuk, erről létük. Sokkal gyorsabban gyógyulnak azok a betegek, akik reggeliznek, és akiknek a reggelje tudatosan be van állítva. Sok ember sajtos, szalámis, sonkás szendvicset reggelizik, tejet iszik, kakaót, kávét. Ez helytelen szakmai értelemben, hiszen pont az hiányzik ebből a reggeliből, amire a szervezetnek szüksége van. A lassú szénhidrátok, a vitaminok, a gyümölcsök, a rostok. Rendkívül fontos tehát, hogy mit reggelizünk. Szakmailag egyre inkább a nem túlédesített, és nem cukrozott, és nem mézezett, de gyümölcsös gabona reggelit ajánljuk. Negyedik alapelv a búzakérdés. Nem önmagában a glutén, hanem a búzakérdés. Ugyanis a klasszikus, hát úgymond túl nemesített búzafajtákban a gluténben lévő alfa-gliadin frakció igen nagy mennyiségben van jelen. Szerencsésebb a zab, az árpa, a rozs, kukorica, barnarizs, köles, hajdina, amaránt, vagy éppen a tönköly alkalmazása. Nem mindegy, milyen gabonákat fogyasztunk, és a kovásztalanság. Érdekes alapelv, hogy a Bibliában is a kovásztalanság, a kovász, mint jelkép szerepel, hogy a bűnnek, a rossznak a jelképe főszabályként. A kovászolt kenyér, ha jól át van sütve, egészséges, teljes, őrlés, rostos formában. De időnként kovásztalan gabona napokat is tartunk, tehát nem kovászos kenyér, hanem kovásztalan. Ugye a kássák, kásafélék, gofrik, palacsinták, teljes őrlési palacsinták, ezért sokkal szerencsésebbek. Hasznos tehát a gabonafélék és a búza kérdés újragondolása. Kedves nézőink, ötödik alapelv az éhség kötőjel jól lakottság központ beállítása. Miről is beszélek, mire is gondolok? A vércukorszintre. A glikémiás index egy rendkívül izgalmas, fontos terület, és tudjuk, hogy a durumlisztnek például sokkal kisebb a glikémiás indexe, mint a BL55-ös fehér vagy sima lisztnek. Zabkása, köles,
hajdinakása, barna rizs. De ott vannak a hüvelyesek, a lencse, a zöldborsó, a számtalanféle zöldség. A krumpli viszonylag magas glikémiás indexű a fehér rizs mellett. Tehát a burgonya nem mindenkinek szerencsés, nem mindenkinek javasolt. De kérem szépen a párolt, grillezett zöldségfélék, a cukkini, a tökfélék, a patlizsán, akár krumpli és rizs nélkül, mint zöldköret, mint zöldségköret, valamilyen fasírt feltét mellé adva, tápláló, egészséges ebéd lehet. Az ötödik alapelv tehát a vércukorszint beállítás, ezáltal kitolható a következő étkezés ideje. Az emberek véleményem szerint túl sokszor esznek. Még a szakma is említi, hogy 4-5-ször, sőt 6-szor étkezés, 2-3 óránként. Azonban egyre inkább erősödik az a nézet, hogy ezt inkább ugye a szakemberek csak azért találták ki, hogy egyszerre ne együnk sokat, főleg este. Inkább többször keveset. Ez egy reális nézet, hogy osszuk el. Inkább együnk többször kevesebbet, mint egyszer sokat, de nem tökéletes megoldás. Mert az emberek gyakran azért esznek, egyébként a kutatások szerint 30%-kal többet eszünk, mint amennyire szükségünk volna. Az emberek azért esznek sokkal többet, mint kéne, mert finomítottak az ételek, és édesek. A vércukorszintünk fölemelkedik, majd ugye hiperinzulinizmus, ugye túl sok inzulin képződik, és lehesik. És ez a színuszgörbe föl és le rendkívül nagy kitéréssel, nagy amplitúdóval zajlik, ez nem jó a testnek, beteggé teszi a testet. Minél kisebb ennek a vércukor görbének az amplitúdója, ugye a két csúcs közötti különbség, annál egészségesebbek leszünk hosszú távon. És a zöldségfélék, a teljes gabonák, a gyümölcsök, a diófélék, a mandulafélék és a borsófélék rendkívül szépen beállítják a vércukorszintünket. Ez tehát az ötödik alapelv, a vércukorszint helyes beállítás. Hatodik alapelvként a nyers rostok és a nyers ételek fogyasztását említeném. Gyakran főzünk, sütünk, párolunk, grillezünk, de hol marad a nyers? Gyakran újra kell tanulnunk rágni, azt mondják, mert a fehér kenyér és a főtt ételek, gyors éttermek és a hamburgerek és hotdogok világában szinte minden szétolvad a szánkban. Alig rágunk, ugye a fogágy, az íjbetegségek hátterében az elégtelen rágás mutatható ki. Elégséges rágás, jó tehát a szájnak, a szájflórának, a fogazatnak, de ami még fontosabb, a rostok hatása a nyelőcsőre, a gyomorra, a vékony és vastagbélre és a vércukorszint rendszerünkre. Nem szerencsés azonnal és rögtön egyik napról a másikra rengeteg rostot bevinni. A rost irritáló. Nagy mennyiségben azonnal, fokozat nélkül alkalmazva, de fokozatosan. És a rostok fajtáját is figyelembe véve szépen át lehet állítani az emberi testet az új emésztési mechanizmusok. Mire gondolok? Vannak a durva rostok, ilyen a cellulóz, mondjuk a búzakorpa. És vannak a finom rostok, vagy duzzadó rostok, ilyen a zab, a megfőzött zabkása, a megdarált lenmag adása, az utifűmaghé. Rendkívül fontos, hogy a rostokat, nyers rostokat bevigyük, és a nyers zöldségfélék. Még időnként a brokkoli rózsát is elropogtathatjuk, de ott a sárgarépa, a piros vagy fehér édes káposzta, a számtalan féle
gyökérféle, a répafélék, a karalábé, a fehér répa, a sárga répa és a különböző hagymafélék. Olívabogyóval, paprikával, paradicsommal, egy kis citrommal, tehát nem ecettel, és mondjuk eritrittel vagy fruktózzal adva rendkívül egészséges saláták, nyers ételek jönnek létre. A reggelihez bőséges gyümölcsöt fogyasztunk, az ebédhez bőséges párolt, illetve nyers zöldséget, a vacsorához pedig főszabályként már csak nyers zöldséget adunk. Ez tehát a hatodik fő alapszabályunk. Eljutottam a hetedik alapelvig, a zsiradékok kérdésköré. Nem mindegy, hogy milyen zsiradékot fogyasztunk. Ugye vannak az állati eredetű, vannak a növényi zsiradékok. Ugye a szakma szerint a növényi zsiradék kulcsfontosságú. Ugye omega 3 és eszenciális zsírsavakat tartalmaz. Az állati zsírokban kevésbé találhatóak meg az eszenciális létfontosságú zsírsavak. Az állati zsírokat inkább energiaadásra, energiaszolgáltatásra alkalmazták régen, de be kell valljuk, hogy kiderült, hogy az állati zsír nem a legjobb. Keringésre, koleszterin szintre, általában a szervezet egészére nézve, hogy eldugíthatja az ereket, ér el messzesedést is kiváltva. A növényi olajok a jövő, de nem úgy, ahogy jelenleg sokan használják, hogy 3-5 literes flakonokba hazavisszük ugye a napra olajat, és a napraforgó és egyéb növényolajokkal sütünk, vagy főzünk, és igen nagy mennyiség olajat használunk fel. A növényi olaj kismértékben, hidegen sajtolt formában, inkább salátákra alkalmazható, az ételekhez, az ételkészítés közepe vége felé tesszük hozzá, ha lehet, nem sütünk benne a hagymát. Olajban általában ételeket nem is sütünk, hanem a sütőben sütünk. A növényi olajok között még ott van a kókusz és a pálma zsír, amelyek úgynevezett közepes szélláncú zsírsavakat tartalmaznak, ami epekímélő. Időnként tehát kókusz és pálma zsírt olajat is használhatunk, de ott a napraforgó hidegen sajtott formája, de inkább a kendermag, a tökmag, a szőlőmag, kukorica és búzacsíra olaj, a liget szépe olaj és számtalanféle úgynevezett gyógyító olaj alkalmas mindennapi szinten fogyasztásra. Tejáskanálnyi mennyiséget adva az ételekhez, spiritushoz rendkívül hasznos a keringési rendszerre nézve. A következő alapelv tehát, amiről beszéltem, a növényi zsiradékok fogyasztása. Kedves nézőink, eljutottam a bélrendszerig és a bélflóráig. Ugye az emberi béltraktusban rengeteg élő sejt van. Ezek az élő, főként baktériumok, illetve némi gombatelep is található, egymással folyamatosan versengenek a táplálékért. Legfontosabb közöttük a laktó és a bifidobaktériumok kolóniái. Ezért a teljesabb baktériumokkal külön foglalkoznunk kell, ugyanis egészséges, főként növényi élelmiszerekkel javítható a bélflóra státusza. Ma már tudjuk, hogy a bélflóra az emberi immunrendszer mintegy 70-75%-áért felelős. A központi belső immunitásunk kulcs eleme a bélbaktériumok összessége. Ezért nem mindegy, hogy milyen fajok és abból mennyi, milyen szám szaporodik el a bélrendszerben. A cikória, az édesgyökér, a csicsóka, az édesburgonya, a különböző hagymafélék, pórihagyma, fokhagyma, lilahagyma, vöröshagyma, ezen kívül az alma és a banán táplálják a jó flórát. A mandula, a dió, de a vörös lencse. A csicseriborsó is rendkívül hasznos a bélflóra, és ezen belül a jó laktó és bifidobaktériumok szaporodására nézve. Úgy nevezzük ezt, hogy pre
és probiotikus táplálkozás. Ez tehát a 8. alapelv. A 9. alapelv az ételtársítások kérdése. Rendkívül fontos és hasznos terület, hogy egy időben nem mindegy, hogy mit, mivel társítunk. Zöldséget, gyümölcsel nem társítunk. Ugye tejet hússal nem javasol annyira a szakma, ugye, amikor mondjuk sajt és mondjuk pulykamell, csirkemell is van az ételben, vagy mondjuk egy szalámi sajtos szendvics. Ugye a húsfehérje és a tej kazein nehéz, ugye a tejfehérje együtt jóval nehezebben emésztődik. Ugye az, a régi zsidó kultúrában a tejet és a húst nem tárolták együtt, és nem fogyasztották együtt. Érdekes, a mai világban ugye a hústermék és a tejtermék együtt jelenik meg az asztalokon, sőt, szinte nincs reggeli, vagy nincs ebéd úgy, hogy sajt, túrófélék és húsfélék együtt ne szerepelnének az ételben. Ez nem egészséges, ez nem hasznos. Vagy egyik, vagy másik. Ugye a szervezet az állati fehérjéket amúgy is nehezebben emészti, hát még, hogyha tojást, tejet és húsfélét egy időben kap a gyomor és a hasnyálmirigy. Az ételtársítások tehát fontosak, nyilván egy étkezésen belül nem ehetünk meg mindent, és nem is szabad, de fontos az erjedést figyelembe venni. De mi is az erjedés? A gyomorban baktériumok, erjesztő gombák erjedést indukálhatnak, főleg gyümölcsös ételeknél. Ezért van az, hogy nem javasoljuk a nagy evések utáni gyümölcsfogyasztást. Vagy amikor húsos, sajtos, teljes, tojásos étkezések után valaki édességet nagy mennyiségben fogyaszt. Tortákat, pudingokat, süteményeket. Ugye hiszen a cukor gyorsan menne tovább, de a hús 3-4-5, sőt akár 6 órát is töltött a gyomorban. Ezért a cukor ilyenkor könnyebben ugye fermentálódhat, erjedésnek indulhat. Összességében tehát az ételtársítás főleg a gyümölcsök társítása egyéb ételekhez nagyon kritikus területet jelent a táplálkozástudományban. Ez tehát a 9. alapelv, az ételtársítás. Kedves nézőink, eljutottam a 10. alapelvhez, az étrendi kiegészítő kérdésköréhez. Sokszor kérdezik, hogy kell-e vitamin kapszulákat, tablettákat fogyasztanom? Valami fajta étrendi kiegészítésre szükség van-e? A válaszom azt, hogy időnként igen. Nyári szezonban, tehát tavasztól őszig főszabályként, amennyire csak lehet természetes módon, gyümölcsből, ugye frissen érő gyümölcsből, zöldségekből, friss vitamin forrásokból fedezzük a szükségleteinket. Azonban szeptembertől márciusig, tehát a kora őszi időszaktól a kora tavaszi időszakig főszabályként használhatunk különböző vitamin, ásványi anyag, flavonoid, omega 3 és egyéb kiegészítőket. Az étrendi kiegészítő körében azonban fontos tudnunk, hogy állandó fogyasztásuk megszokáshoz fog vezetni. Szervezetünk könnyen hozzászokik a C-vitamin, napi mondjuk 2000 mg C-vitamin mennyiségéhez, az E és A vitamin, a B-vitaminokhoz. Úgynevezett rendszeres, rendszertelen szedési mód javasolt a természetgyógyászat szerint. Mit jelent ez? Hetente 2-szer vagy 3-szor alkalmazok valamilyen vitamin kiegészítést, fontos, havonta, 2 havonta, magát a márkát is érdemes váltogatni. Hetente tehát 3-szor fogyasztok valamilyen vitamint, de nem ugyanabban az időben. Egyszer hétfőn reggel, máskor hétfőn délután. Nem mindegy, hogy milyen napszakban, illetve nem azonos időben. Ugye a gyógyszerszedés az egészen más dolog, gyógyszereket azonos időben kell bevenni. A vitamint, ásványanyagokat, omega-3 és egyéb kiegészítőket azonban
úgynevezett rendszeres, rendszertelen szedési mód szerint használjuk, így a szervezet mindig maximális mennyiséget fog ezekből felszívni. Ez tehát a tizedik alapelv, az étrendi kiegészítő kérdése. Hát láthatták, kedves nézőink, hogy 10 alapelv, egyszerű alapelv van. Ezek használata igen fontos, igen hasznos. És azt gondolom, hogy aki ezt az egyszerű 10 alapelvet betartja, hosszú távon mérhető egészségi javulást fog tapasztalni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!